Szevasz. Hogy hittem volna, hogy igazol? Itt is találkozunk? Hát azért meg kaptam egy nagyon benfendes információt, és félek attól, hogy ha autóval közlekedem, akkor megismernek, és elveszed az információ. Na hát ennyire fontos információ van, szóval hogy... Igen, és azért megyek most gyorsan, mert a választások előtt végig akarom járni még a nagy magyar városokat, mert attól félek, hogy utána már senkit nem fog érdekelni. Mi az info, elmondod? Ezt sajnos nem mondhatom el. Oké, akkor hadd találjam ki. Ja, próbáljuk meg, de csak egyszer kérdezhetsz. Jó. Személy? Nem. Tárgy? Nem. Alapkamat? Igen. Jó, emelkedni fog? Igen. Az USA-ban? Igen. A nem túl távoli jövőben? Igen. És akkor nálunk is? Hát erre nem tudom a választ. Na jó, hát akkor így vesztettél. Barkobában nincsen, hogy nem tudom. Igazad van. De ha időben nem fog elgondolkodni egy bank azon, hogy megjelen a kamatcsökkentéssel, akkor akár még az egész Magyarország a vesztese lehet ennek a jegybanki kamatcsökkentésnek. És meddig mehet el a kamat szerinted? Azt suttogják, hogy jövő év végére akár 4% felett is lehet. De ez egy nagyon benfentes információ.